Sziasztok! A mai videónkban egy ilyen bukósisakot szeretnék bemutatni, ami úgy bukósisak, tehát semmi extra, nem újdonság, nem drága, nem olcsó, viszont mindennapos használatra szerintem tökéletes. Ez a Kaberg Avalon nevű sisakja, ami nagyjából most jelent meg a kínálatunkban, nem egy új sisak, de nálunk most, most kezdtük el forgalmazni, és rögtön rendeltünk is bőle egy méres volt, és baromira megtetszett, úgyhogy azért egy, egy, egy rögtönzött videót erről a sisakról szeretnénk csinálni nektek. Nézzük, mit is kell tudni a sisakról. Először is, hogy miért izgalmas azért, mert pont ebbe az olyan kateg árkategóriába van, amit gyakran keresnek, hogy ilyen 50-70 ezer között. És valahogy ebbe a kategóriába ritkán vannak sisakok, vagy van ugye a 100 fölötti tölkezdődő kezdődő minden tudó, vagy ugye van a nagyon belépő szint, ilyen középárkategória ritkán van. Na ez pont ez a 60-70 ezer forintos kategória között van. Zárt beszélünk természetesen, műanyag héj, ugye ebben az árkategóriában műanyag héjat kapunk kettő héméretben gyártják, emmig van a kicsi, és ugye eltől pedig indul a nagyobb héméret. A sisak kívülről szerintem teljesen tetszetős, tehát egy jó ilyen kicsit sportos formája van, és ha elkezdjük megnézni, hogy ugye mit is tud ez a sisak, vagy mit ad, akkor olyanokat találunk, ilyen extrákat, ami szerintem tök jó ebbe az árkategóriába. Először is ugye a plexi, az jól pozícionálta nyílik, és jó sok helyen megállt, tehát ilyen ricnis nyitokája van, ricnis mechanikája van, és ugye itt a plexi alján van ilyen rögzítő, tehát amikor nagyon gyorsan megyünk, akkor rögzül, magyarul itt tökéletes lesz a zárás, és szélzaj csökken, tehát halk lesz azon a részen a sisak. Természetesen kapunk bele ugye egy napszemüveget, amit bal oldalon ugye a mechanikánál állítható, az is ilyen fokozatmentesen, vagy ilyen nagyon egymás után lévő ricnis állásba állítható, és elég jól lejön. Tehát itt az orr terelő és az or rész között szinte semmi nincs. Tehát akár nyitott plexinél, de lecsukott napszövegnél is az, a, az, is a nagy, nagy tudja fogni az ajt egy kicsit. Ugye van egy jó álszellőző, ami itt elől nyitható, kesztyűbe is szerintem tökéletesen működtethető, illetve a fejtetőn van két oldalt, ugye két szellőző, és van kilépő levegő szellőző, tehát hozzá a kötelezőt. A sisakhoz ezért az árér pinlok nem jár, de természetesen pinlok előkészített plexit kapunk hozzá. Ha itt belenézünk a Hát ez nehéz lesz, majd a közeli felvételeket megmutatjuk. Egy minőségi sisak például nekem ott kezdődik egyébként, hogy ugye benne van a bélésanyag, de ott, ahol a szellőző csatornák vannak, ott nagyon sok sisaknál ki van vágva a bélés természetesen, és rögtön az LPS-t látjuk. Na ellén a sisaknál ugye ez a légáteresztő szellőző hálós anyag van körbe ugye az LPS-en, és utána jön a szívacs. Tehát nem koszolódik annyira az LPS, illetve egy ilyen normális teljes bélésanyagot kapunk ezért az árért. Ha megnézzük oldalról, természetesen ugye a bélés kivehető, mosható, antiallergén, stb., ezt már se kell mondani, mert mindegyik sisak ezt tudja. megnézzük oldalról az alakját, akkor például ezért a relatív kevés árér, ugye ami nem kevés, de mégiscsak az alsó kategóriában van, nem csak egy ilyen kijöntöttek egy kupakot, és akkor köszönjük szépen, hanem van ugye egy kis sportos íve hátul, illetve itt a nyakrésznél is kicsit haja az a cross ugye arra a vonal vezetésére, hogy ugye a nyakmerevítő pánt ugye éljen és ne akassza meg a sisakot. Tehát valami dizájnt azért tettek bele, foglalkoztak vele. Illetve itt hátul van egy kis légterelő, amit ha így előbb megfogtam a sisakot, lehetne egy picit nagyobb, mert ilyen jó kis kapaszkodószerű, tehát így lehet lógatni, amíg az ember le nem ejti, és úgy tenni. A mikrolokkos csatta van ellátva természetesen ebbe a kategóriába, úgyhogy Állítási lehetőség van, tehát mindenki jól be tudja állítani a szorosságát az álcsapnak. Bogárvédőt is kapunk, tehát ott is ugye szintén zajcsökkentő, ugye nem cirkulál be a levegő. Egyetlen negatívum, ami szubjektív, de negatívum, hogy a bél alsó része itt oldalt, illetve a bogárháló elején ilyen műbörből van. Ez mindaddig tökéletes, amik takarítani kell, mert ugye a műbőről könnyebben egy nedves ruhával le lehet szedni a szennyeződést, viszont nagyon gyakran találkozunk, hogy jó sokat használt sisakok esetében ez a műbőr kirepedezik a használattól, ugye esik, ázik, izzad, mossuk, illetve azért az UV ott is éri valamelyest, tehát az időjárási körülmények és ezt ki tud repedezni, és attól elég használt csúnyává válik a sisak. 2-3-4-5-6 év alatt ugye ez megtett kilométertől függ tehát nagyjából ez az egyetlen negatív amit én el tudnék mondani ha most vásárláson törném a fejem hogy ez a része úgy sérülékenyebb de amúgy egy teljesen tökéletesen használatos isek tapasztalati úton még annyit hozzá tennék, hogy a Kaberg jellemzően kerek fejű emberekre való, tehát akinek inkább itt kerekebb a feje, belül olyan olyan, 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 kerek kialakítású, tehát nem ovális és nem keskeny arcúaknak. Nem egy ökölszabály, de inkább egy nagyobb belső mérettel rendelkezik. Minősítését nézve ez még 22.05-ös ecés bukós isak. Amennyiben tetszett ez a mai videónk, akkor kérlek lájkold, illetve iratkozz fel csatornánkra, mert rendszeresen heti kétheti heti rendszerességgel friss tartalmakkal jövünk bukós isakok, kabátok kesztyűk, felszerelések motor Sziasztok!